Az intézmény vezetője fontosnak tartja, hogy a diákok modern körülmények között tanulhassanak. Minden évben próbálunk fejleszteni. Két ágon vannak beszerzéseink. A Tamási Tankerületi Központ jóvoltából 2 termet sikerült berendezni, illetve a Bonyhádváros önkormányzata támogatásával pedig szintén 2 termet tudtunk bútorokkal ellátni. Abból az egyik, egy gimnázium osztálynak a bútorzata, amilyen csoportszoba kialakítására is alkalmas, olyan egyes padok vannak, amelyekből össze lehet állítani különböző figurákban az asztalokat, és így változatos modern oktatási eszközöket alkalmazva tudnak a pedagógusaink tanítani. A közeljövőben számítani lehet további fejlesztésekre is. Alapvetően a nyári időszak, amikor ugye nyugodt körülmények között tudjuk ezeket megvalósítani, az az időszak, amikor ez megvalósulhat. Reményeink szerint pályázati forrásból és az előbb említett támogatásokból még lesz lehetőségünk. A bemutatkozó nap harmadik állomásaként az intézményben látogató óvodások és szüleik bepillantást nyertek az iskola életébe. Itt talán a legérdekesebb rész zajlik, hiszen az érkező szülők, illetve hogyha hozzák, akkor az óvodás gyereküket is, arról tudjuk meggyőzni, hogy érdemes minket választani, hiszen a pedagógusaink, ők játékos formában és jó körülmények között tudnak tanítani. A nyílt napra nem csak helybéli, hanem több környékbeli település óvodáiból is érkeztek érdeklődők. A tanév kezdetén szeptemberben az ünnepek körül próbáltuk kitemezni ezeket az eseményeket. Talán így az óvodások jobban megszólíthatóak, és próbálunk kisebb ajándékokkal is kedveskedni nekik. Nagy örömünkre szolgál, hogy ahogy az előző rendezvényeken, úgy most is közel 40 óvodás, illetve szülő látogatott el hozzánk. Reménykedünk, hogy ők minket fognak választani. Akiket meggyőzött az iskola színvonala, ők áprilisban a beiratkozáskor végleges döntést hozhatnak.